Ez a Maja meséi. Ahol egy beszélgetés jön most Zolival, aki azt mondta, hogy borzasztóan összevesztek a barátnőjével, Szilvivel, de mi történt? Maja, hazudtam neki. Ajj. Mit mondtál? Hát nem, de mit mondtál? Szemében úgy néz ki, mintha sötétnő ügyeim voltak, csak, de azok nem sötétnő ügyek, csak elhallgattam előtte olyan dolgokat, hogy más ismerősöknek segítettem. Nagyon becsapta az orrom előtt a sajtót, és nagyon-nagyon-nagyon csúnya elfajult kettőnk között a dolog. És rád is fogja csapni most a telefont? Igen. Jó, akkor én kezdek el vele beszélni. Köszönöm szépen. Hello. Jó estét kívánok, Szilvivel szeretnék beszélni. Igen, tessék. Hello Szilvi, Vas Maja vagyok. Szerinted ki az a bűnös, aki erre kért engem? Zoltán. Való, igaz. Attól félt Zoli, hogy le is fogod tenni a telefont. De ő is itt van velünk. Meghallgatod azért, amit mondani akar? Meg. Szilvi, kapok egy esélyt, hogy ezt megbeszélhessük a rengeteg félreértést. Nincs félreértés, Zoltán. Szilvi, eddig még csak mindent egy oldalról hallgattál meg. Én ma beszéltem Joe-val. Biztos vagy benne, hogy Joe-val beszéltél? Igen. Figyelj, mondtam, hogy ott bent ott a cégnél a fiúk nagyon át tudnak verni, ha akarnak. Zoli. Igen? Te nekem Igen? azt mondtad, hogy hazudtál neki. Tehát akkor talán ezért Igen. illene bocsánatot kérned, és nem pedig most mentegetőznöd, és elhitetni vele, nem, hogy nem, ő a hülye. Nem mentegetőszök, és ezt a világért sem akarom vele elhitetni. Én csak egy esélyt kérek, egy esélyt, hogy én is elmondhassam az én oldalamról. De akkor Zoli, úgy kezd, hogy drágám, ne haragudj. Tehát ez a minimum. Szilvi, ne haragudj, ha bár minden okod megvan rá. Nem akartam, hogy idáig feújuljon a dolog. Szükségem van rád. Bocsi, túl késő. Szilvi, miket mondott neked Zoli? Tehát mi itt a legnagyobb bajod ezzel az emberrel? A hazugságban él. Nagyon sötét a múltam, és nem akartam a múltamat belehozni, mennyi az egész. Nem lehet, hogy te most itt erősen szépítesz? Tehát ez egy nagyon jó duma. Köszönöm, Maja. Szilvi, érzel még valamit Zoli iránt most a haragon és a megbántottságon kívül? Lényegtelen, hogy én mit érzek. Én nem tudok túlépni azokon a hazugságokon, amik történtek. Van az úgy szerintem, hogy az embernek akkor van esélye nem csak, hogy visszaszerezni valakit, hanem úgy bármilyen emberi kapcsolatra, és nem csak szerelemre gondolok, hogyha legelsőképp saját magához tud őszinte lenni. Nem mondom, hogy mindig könnyű. Azt azonban mondom, hogyha segítségre van bármilyen szinten szükséged. Telefonon ugye kedden és csütörtökön este 8 és 11 között érsz el, de bármikor írhatsz egy SMS-t, vagy egy messenger üzenetet, hogy hívjalak, mert ez is ez a gond, és akkor kereslek, amint tudlak. Ez a Maja meséi.